koraszülöttek, egy gyógyító gondozó gyermekorvosok, intenzív terápiás és koraszülött nővérek, ápolók és mentorok ismerkedtettek meg a családcentrikus fejlődés támogató ellátás az úgynevezett FINE program alapjaival Nyíregyházán. A két napos tréningen angol mentorok segítettek a résztvevőknek a tudásátadásban, előadásokkal és gyakorlati foglalkozásokkal. Egy évvel ezelőtt nyertük el azt a pályázati pénzt, uniós forrás, amiből az egész észak-alföldi régióba koraszülötteket nevelő családokat kell alapvetően támogatnunk, és az ő életük az intenzív osztályon indul. Az első, nagyon legkritikusabb időszak ott telik el. Ezen a nyíregyházi konferencián, továbbképzésen a legnagyobb szaktekintélyeket sikerült a világról, nem is csak Európából elhívni ebben a témában, hogy hogyan lehet olyan környezetet teremteni a koraszülött intenzív osztályokon, ami legjobban hasonlít ahhoz, mintha nem lettek volna ezek a gyermekek kiszakítva az édesanyjukból. A képzés a Mellette a Helyem Egyesület segítségével jutott el a régióba. A Mellette a Helyem Egyesület egyik legeslegfontosabb célja ernyő szervezetként, hogy elhozza Magyarországra azokat a nemzetközi legjobb gyakorlatokat, amelyek gyakorlatilag a családbarát koraszülött ellátást meghonosításához és terjesztéséhez segítséget nyújtanak. Egy ilyen alkalommal még 2018. februárban szerveztünk egy nemzetközi konferenciát, ahol a FINE program, Inga Warren programja is bemutatkozott, és ezáltal a Mellette a Helyem Egyesület és az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítva elkezdett közösen gondolkodni, és hát tett azért, hogy ez a képzés eljusson ebbe a régióba, az országban. A képzésen a résztvevők a FINE program alapítójával is találkozhattak, személyesen tehették fel neki kérdéseiket. A program jelentősége, hogy lehetőségünk van új dolgokat kutatni és megvizsgálni olyan nehézségek alapján, amiket az újszülött gyermekek és családjaik tapasztaltak. Olyan dolgokat keresünk, mint például, hogy hogyan tudjuk még jobban bevonni a családokat a csecsemő gondozásába, ugyanis számtalan kutatás bizonyítja ennek a jótékony hatását, de kutatjuk például a mindennapi teendők ellátását is, hogy hogyan lehetne ezt máshogyan és érzékenyebben végezni, hogy a csecsemő komfortosabban érezze magát. Azt is fontos lenne elérni, hogy minden beavatkozást kevésbé fájdalmasan hajtsanak végre a csecsemőkön. De a gondozáshoz tartozó bármilyen aspektus vizsgálata segíthet, ami ha akár ránézzünk a babára is elárul számunkra. A tréningen megismert FINE program akkor a szülött részegen dolgozóknak a mindennapi munkáját is jelentősen segítheti. Alapvetően a mindennapi munkánk során abban tud segíteni, hogy figyelünk arra, hogy milyen állapotban vannak a babák, a viselkedésükhöz igazítjuk a beavatkozásokat, gyakorlatilag egy olyan környezetet teremtünk a számukra, ami a legkevésbé lesz stresszes. A másik nagyon fontos dolog, hogy ebben ajánlatokat, segítséget kapunk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk a szülőket, nem csak az anyát, hanem az apát is bevonni a gyerekek ellátásában, hogyan tudjuk megteremteni azokat a feltételeket, amelyekkel ez hatékonyabb lesz. A FINE programot összefoglaló könyv magyarul is megjelent a közelmúltban az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítványnak köszönhetően. A kötet különlegessége, hogy a magyar fordítás mellett párhuzamosan az eredeti angol szöveg is megtalálható a könyvben. A kötetből egyelőre 500 darabot nyomtattak, és nem csupán a régióban érhető el, hanem országosan is bárki hozzájuthat.